hozni új, korszerű, modern radarállomásokat Magyarország légterének a biztonsága érdekében, az most úgy tűnik, hogy révbe érkezhet. Az államtitkár március 24-én a medinai lakossági fórumon mondta ezt a megjelenteknek, 2,5 hónap elteltével a falu polgármestere egyszerre egyeztethetett a Honvédelmi Minisztériummal. Annyit tudok, hogy a mérnöki munkák azok megkezdődtek, illetve az a stáb, aki itt len volt, aki felmérte, hogy mit szeretnénk, ők is dolgoznak. Mindeközben a Nemzetközi Egészségügyi Világszervezet, a WHO 2011. május 31-i sajtóközleményben tudatta, hogy a lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolta a rádiófrekvenciás elektromágneses tereket, amit a nagyható sugarú NATO radar is előidézett volna pár száz méterrel a pécsi lakóházaktól. A medinai fórumon Simicskó István azt mondta, hogy az emberekre kisebb a létesítendő háromdimenziós radar sugárzása, mint egy mobiltelefoné. A Sugárbiológiai Intézet vizsgálatai alapján a két radarállomás, ami már háromdimenziós, modern eszközökkel felszerelt, Bánkúton és Békéscsabán üzemel, ezek az eszközök minimális töredéke mondjuk egy mobiltelefon sugárzásának. A WHO most kiadott, bizonyára kutatásokkal alátámasztott közleménye miatt megkérdeztük az Országos Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet egy munkatársát is, hogy mit is jelent pontosan a NATO radar lehetséges emberi rákkeltő kategóriába sorolása. Van egy harmadik leggyengébb kategória, ez a bizonyos lehetséges emberi rákkeltő, ahova besorolták jelenleg a mobiltelefon használatot. Ide tartozik többek között a fekete kávé, a benzin, a benzinből jövő kipufogógáz, és hát még számos más anyag, például a nikkel és ötvözetei, vagy a talkumos hintőpor. A rák szempontjából a halottaknál a két veszélyesebb kategóriába tartozik az éjszakai műszak, valamint az UV-sugárzás is. A HM szerkesztőségünkbe eljutatott közleménye alapján azt az információt kaptuk, hogy a tervezési munkák véghatárideje 2011. július 30-a, majd az építési engedélyek megszerzését követően pedig megkezdik a radartorony kivitelezési munkálatait.